Mivel az elmúlt szezont követően távoztak a Fátum Nyíregyháza külföldi játékosai, új légiósok után kellett nézni a klub vezetésének. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, menedzserek és mérkőzés felvételek segítségével igyekeznek megtalálni az ideális előttet a csapatok. Mint Hollósi László vezetőedző elmondta, nem csak a játéktudás számít, hanem az is fontos, hogy milyen a jelölt személyisége, mennyire illeszkedik az adott csapat stílusához, filozófiájához. A szerda éjjel érkező Molly Lohmannek fontos szerepet szán a következő idényben a szakember. Ebben a szezonban én is ezt is tűztem ki az egyik legfontosabb feladatnak, hogy egy olyan csapatot alakítsunk ki, akik tényleg tudják biztatni egymást, és tudnak küzdeni egymásért. A küzdelemmel tavaly se volt probléma, nyilván voltak olyan kisebb feszültségek a háttérből, amit ugye ezt soha nem teregetünk ki, de ahhoz, hogy megfelelően tudjunk dolgozni, tényleg most olyan játékosokat keresünk, akik teljes mellszélességet csak a munkára koncentrálnak. Konkrétan a kérdésre is válaszolva, a Molly személyében én úgy gondolom, hogy egy olyan center poszton bevethető játékost találtunk, akinek az egyik legnagyobb erőssége lehet a blokk tevékenysége, és az én filozófiámban, röplabdáról alkotott filozófiámban az egyik legfontosabb, hogy az úgynevezett első védelmi vonal, a blokk tevékenység az erős legyen, és mindenképp ebben neki egy fontos szerepet szánok. A 23 éves játékos az Egyesült Államokban a röplabda szempontjából a legjobbak közé tartozó Minnesota Egyetemen végzett, majd egy szezont játszott a Fülöp-szigeteken. Azért jöttem Nyíregyházára, mert mindenképpen ki szerettem volna próbálni magam Magyarországon. Hallottam arról, hogy a bajnokság sokat erősödött az utóbbi években, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen teljesítményt tudok nyújtani Európában. Hollósi László munkáját a jövőben Németh Szabolcs segíti. A játékosként 5-szeres bajnok, 3-szoros kupagyőztes, 69-szeres válogatott volt röplabdázó, az elmúlt hét eleje óta dolgozik a már Nyíregyházán lévő játékosokkal. Megmondom őszintén, hogy hazamentem, és a feleségemnek, aki végigkísérte a pályafutásomat, megmondtam, hogy abból a szempontból is úgy érzem, hogy jó döntést hoztam, mert itt a lányokat nem kell noszogatni, hogy vonaltól vonalig fussanak, ők elfutnak. Tehát, hogyha kapnak egy feladatot, elfutnak, azért a férfiaknál ez tud csumákolásba átmenni. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon jól érzem magam, nagyon jó benyomást tettek rám a lányok, nagyon könnyű velük dolgozni eddig, még igaz, hogy csak fél csapat van, tehát itt szállingoznak a játékosok, de napról napra egyre többen leszünk, és ugye az Európa-bajnokság végeztével fog kiteljesedni a csapatunk, de még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon jó, nagyon harmonikus a kapcsolat a játékosok és a stáb között. A Fátum Nyíregyháza keretében még egy hely kiadó, oda keresi a megfelelő játékost a szakmai stáb. A csapat először szeptember 6-án az MTK otthonában lép pályára felkészülési mérkőzésen, a bajnokságban pedig október 12-én Szombathelyen mutatkoznak be Lohmannék. A hölgyeknek addig az edzések mellett is lesz elfoglaltságuk, a Vidor Fesztiválon augusztus 25-én egy ékszerbemutatón vállalnak szerepet, majd 29-én a Kék Cápák kosaraseival közösen egy közönség találkozón vesznek részt a játékosok.